Jó estét kívánok! Aktuális című magazinunkat látják. Mai vendégem Seregi Zoltán, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója, akivel a 2024-2025-ös új évadról beszélgetek, melynek részleteit szerdán reggel jelentették be. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szívesen jó napot kívánok, és a nézőket is üdvözlöm. És akkor mielőtt a részletekről beszélnénk, egy kicsit arról mondjon nekünk igazgató úr néhány gondolatot, hogy mi alapján állt össze a 24-es, 25-ös évad, erről mit kell tudni, hogy mekkora kihívás évről évre valami újjal, mégis lehetőleg legalább annyira népszerűvel megtölteni a színházat? Hát én úgy gondolom, hogy talán ez a legnehezebb része a színházigazgatásnak, hogy annyi felé kell megfelelni, és ezt most jó értelemben mondom, de hát ugye meg kell felelni elsősorban a közönségnek, másodszorban a társulatnak, hiszen van egy kiváló társulatunk, és úgy gondolom, hogy nekem kötelességem minden évadban jó szerepeket kínálni a társulat tagjainak. Most ez egy paradoxon, hogy pont azért, mert annyira jó a társulatunk, és tulajdonképpen már mindenki játszott főszerepet, ha csak egy gyerek darabban is, de gyakorlatilag ezért nehéz minden évadban, hogy mindenkinek jusson megfelelő feladat. Ez nem mindig sikerül, de hát mivel ez egy nagyszerű társulat, tényleg én mindig meg tudom beszélni, hogy lehet, hogy most ebben az évben egy picit kevesebb komoly feladat jut, vagy nagy feladat, most a komoly, azt rosszul mondtam, mert mindegyik komoly, tehát nagyobb feladat, de majd a jövő évadban ez visszajön, és ezzel a méricskéléssel, most idézőjelben mondom ezt is, ezzel nekem meg kell küzdeni, de hát ez a dolgom, úgyhogy ezt nem panaszként mondom, de ez a másik legnagyobb feladat, és az egyik, mint említettem, a közönség, hogy olyan darabokat tűzünk műsorra, amely a közönség érdeklődését felkelti, és vált rá jegyet vagy bérletet. Úgyhogy hát ezen túl még van ugye a szakma, ami persze nagyon megosztott, meg többféle, tehát ez annyira azért legalábbis engem annyira nem érdekel. És hát azért ebben én is benne kell, hogy legyek, ugye az én világlátásom, az én szemléletem, az én vonzódásom darabokhoz, persze ez is nyilván benne van, hiszen nyilván azért választottak meg, mert engem akartak, vagy az én pályázatom alapján engem akartak, és abban a pályázatban nyilván az én szemléletem is tükröződik. És akkor egy kicsit tényleg térjünk rá a részletekre. A 24-25-ös évad címe, mondhatom azt, Magyar Évad Shakespeare Társaságába 2.0. Mit is takar ez az elnevezés, ez a cím? Ezt a 2.0-t nemrég találtam ki, hogy valamivel megkülönböztessem az előző évadtól, hiszen az is ez volt, Magyar Évad Shakespeare Társaságában. És úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen jellegzetes jelölése annak, hogy valami ismétlődik, bár nem ugyanaz, csak hasonló, hogy 2.0 ezt tettem hozzá, mert megint magyar évad van. Ugye ezt még az előző kérdéshez is hozzáteszem, de akkor így kapcsolódom, hogy a pályázatomban és az én lelkemben, meg gondolataimban is a magyar dráma irodalomban az első helyen. Szoktam mondani, hogy akárhányszor külföldön járok és elmegyek egy színház mellett, megnézem a kirakatba, hogy miket játszanak, és mindenütt azt látom, hogy jobbára többnyire a saját kultúrájuk darabjait játsszák, és gondolom, hogy ez természetes is. És hogyha vannak jó darabok, és sokféle jó darab, akkor szerintem ez ennek így kell lennie, hogy minél több magyar darabot játszunk, és most ezt sikerült úgy összerakni. Remélem, hogy a nézők is majd így fogják gondolni részben, amikor előzetes bizalom gyanánt bérletet vásárolnak, és aztán majd az évad végén is, amikor lefutott, hogy hát igen, valóban jól sikerült. Tehát ezt ugye nem lehet előre tudni.
de bízunk benne, hiszen megint nagyon sokszínű a program. Mindenkinek van benne kedvére való, reméljük. Ugyanakkor azt meg kell mondanom, hogy az is egy fontos szempont volt idén, legalábbis sokszor, de idén hangsúlyozottan, hogy olyan darabok kerüljenek a felnőtt bérletbe, amik a középiskolások számára is vonzóak lehetnek, és pedig nem csak azért, nem csak mondjuk a témájuk miatt, hanem azért, mert azok kötelező olvasmányok. Vagy az a darab is, ami műsorra kerül, vagy pedig maga a szerző. És ennek az volt az oka, hogy abban bízom, hogy hátha így még több középiskolást tudunk becsábítani a színházba, hogy a pedagógusok, akik velük foglalkoznak, azok is talán úgy érzik, hogy jobban járnak, hogy ha eljönnek a gyerekek a színházba, és ott nézik meg a kötelező olvasmányt, mivel úgy tudom, hogy általában nem nagyon olvasnak a mai középiskolások, vagy legalábbis keveset. Úgyhogy ezzel szeretnénk segíteni nekik, és segítenek nekünk is, hogyha bérletet vásárolnak. És nyilván nem feltétlenül tudunk mindent megemlíteni, de úgy nagy vonalakban kiktől milyen jellegű, vagy milyen darabokat láthatnak ma? Elmondom én gyorsan, nem olyan vészes, ugye ez tulajdonképpen a felnőtt bérlet az 6 darabot jelent. A Nagy Színházban Pekár Gyula Kastély Kölcsönbe című vígjáték, amiből volt egy film még a két háború között, az Kölcsön Kastély címet viselte, vagy Kölcsönkért Kastély, amiben Kabos Gyula volt a főszereplő. Nálunk Csomós Lajos lesz. Aztán Mikszáth Kálmán Nosztifjú esete Tóth Marival, azt hiszem nem kell erről sokat beszélni. Van egy Jókai darab is, Jókai Mór Miklós Tibor, Kocsák Tibor, Fácia Negra, ez a Szegény Gazdagokból készült, ból a regényből, ez egy musical, és hát a Hamlet Rock, ami nem egy hagyományos musical, a szerzőpáros ugyanaz, aki a Drakulában volt, Zalán Tibor a dalszövegíró, és Szűcs István a zeneszerző, de ez a dalszövegírás, ugye ez sem fedi teljesen a valóságot. Ez is egy horror tulajdonképpen, ha belegondolunk a Hamlet, hiszen itt is hullanak az emberek az előadás végéig, vagy a darab végéig, de hát nem akartunk még egy horrorokot, azért ez egy kicsit más is. De itt a főleg a monológokból csinálunk egy költő, egy komoly költő, Zalán Tibor segítségével úgymond dalszöveget, tehát a monológoknak a tartalma megmarad, csak dalszöveggé alakul át, és hát rockzenével, ami a Drakulában azt hiszem, hogy nagyon sikeres volt a zene, úgyhogy ugyanaz a zeneszerző, reméljük ez is az lesz. Mielőtt folytatnánk a felsorolást, nyilván nem klasszikus tragédia lesz a Shakespeare klasszikus, ez teljesen egyértelmű volt ebből a néhány mondatból. Itt már előzetesen beszélgettünk igazgató úrral, hogy mennyire lehet bátran hozzányúlni egy-egy ilyen tényleg szinte mindenki által ismert darabhoz, és miért gondolják úgy, hogy néha akár így módon nem lehet, hogy nem jó szót fogok használni, de hogy érdemes akár egy kicsit megfrissíteni, vagy talán közelebb hozni a mai korhoz? Igen, hát itt a koncepció, amivel ezt én fogom rendezni, abból indult ki, hogy ugye a szellem az elég nehezen értelmezhető ma már. A Shakespeare darabok tele vannak ilyen transzcendens dolgokkal, szellemekkel, boszorkányokkal, és ezt elég nehéz a mai szemmel már értelmezni. Úgyhogy én ezt a úgy gondolom, hogy ezt a szellemet egy kicsit másképp fogjuk fel ebben az előadásban, és a Hamlet is egy picikét végigmegy a történet ugyanúgy, csak egy kicsikét másképp, inkább használva lesz a Hamlet, egy eszköz lesz inkább, manipulálva lesz a Hamlet a maga útján, amit végigjár ebben a darabban. Úgyhogy ennyi lesz, tehát egy újfajta értelmezés talán, inkább így mondanám, de megtartjuk a kort is, tehát én úgy gondolom, hogy a Shakespeare darabok sikeréhez hozzátartozik a látvány,
a szép látvány, a hangulatos látvány, úgyhogy ruhákban is, díszletben is ezeket igyekszünk megtartani, mert ezt a közönség szereti. Úgyhogy ezen belül lesz egy új értelmezése a darabnak. És akkor térjünk vissza a felnőtt béletes darabokhoz, a nagy színpadi darabokhoz. Nem tudom, hogy kimaradt te még, mert szerintem igen. Hát a kamaraszínház maradt ki, ugye én most a felnőtt béletből a nagy színháziakat mondtam. Ugye a kamaraszínház az ott Szabó Magda Kígyómarás című darabjával kezdünk. Ez a komoly, ugye ezt megtartjuk, hogy egy komoly és egy vidám darab lesz a kamaraszínházban. Hát Szabó Magda is szerintem tananyag, hiszen ő kortárszerzőnek számít, bár már sajnos nem él, de mégiscsak a modern magyar irodalom része, és ez egy nagyon különös, izgalmas darab, egy kicsit történelmi darab is, egy kicsit család történet, és az mindig a család történetet, azt mindig közel érzik magukhoz a nézők, hiszen minden család történetében lehetnek hasonló események, mint egy színdarab család történetében, hiszen a viszonyok azért nagyjából ugyanazok, mint minden családban, apa, anya, gyerek, nagyszülők, stb. És ebben még a történelem is belejátszik, hiszen egy 30 évnyi időtől el föl a darab története. A másik pedig Terzsánszky Józsi Jenő, akit viszonylag ritkán játszanak, pedig egy nagyon színes, nagyon izgalmas szerző, és talán ez is segít a tanároknak, hogy megismertessék a diákokkal, ha eljönnek hozzánk. Kegyelmes asszony portré című vígjáték, ez is egy igazi jó kis vígjáték, amiben azért van egy érdekes konfliktus, hogy ami a mi műsortervünkben is mindig konfliktus, meg általában a színházba járás vagy a művészet befogadásának problémája, hogy mi az, amit jobban vesznek, ugye itt képekről van szó, képzőművészetről, ami olyan nagyon művészi, vagy ami nem annyira az. Tehát, hogy a tömegkultúra, illetve az elitkultúra konfliktusa, de mindez vígjáték köntösben, tehát úgy gondolom, hogy ezért nagyon izgalmas ez a színdarab is. És hát akkor vannak még a gyerek és ifjúsági színházi bemutatók. Ja, még visszatérve, Jókainak egyébként évfordulója van jövőre, tehát mi ezt már előlegeztük a Bolondó grófjával a gyerekeknek, de ez a felnőtteknek szól majd, ez a Fácia Negra, és a középiskolásoknak, ahogy említettem. Tehát a VUK című Fekete István regényből készült musical, ez egy gyerek musical lesz, és Fekete Istvánnak is évfordulója van. Aztán lesz egy betlehemes játék, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos a mai fiataloknak is ezeket a régmúlt részben egyházi, részben magyar népművészeti hagyományokat megismerni, és úgy számolunk, hogy november végén, december elején mutatjuk ezt be, és akkor ez egy felkészülés a karácsonyra. Egy ilyen betlehemes játék, Gárdonyi Géza Karácsonyi Álom című darabja. Aztán van egy nagyon érdekes erdélyi legenda, a Szent Annató legendája, amiből most készül egy színdarab, hiszen az erdélyi irodalmat mindig is nagyon fontosnak tartottam, hogy megjelenjen a mi műsortervünkben, hiszen, és erre van is példa visszamenőleg szinte minden évadban, mert úgy gondolom, az erdélyi irodalmat nem lehet elszakítani a magyartól, ez ugyanolyan komoly része, vagy nem is része, hanem benne van a teljes egységes magyar irodalomban. Tehát ez egy ilyen erdélyi történet. És van egy különleges kis úgynevezett meseoperett, ugye ez egy másik zenés darab lesz, a VUK-hoz képest az egy mai zene, ez pedig egy Lehár zene, egy Lehár Ferencnek egy meseoperettje, ami Péter Pál Lustaországban, Péter és Pál Lustaországban, bocsánat, ezt a címet viseli, egy nagyon, nagyon jó pofa mese, gyönyörű zenével, és egy nagyon mai mondani valóval, ugye a gyerekek, akik nem akarnak se iskolába menni, se semmi, hanem inkább horgásznának, vagy lustálkodnának iskolaidőben is. Úgyhogy ez a
kavalkád, ez a paletta, a jövő évi műsorterv palettája. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszínű, sokféle és értékes művek lesznek. A Stúdió Színházban is lesz béleten kívüli előadás, azokat talán nem említ. Hát az ugye nem bérletes, uh-huh. Ott is ugye Zalán Tibor és Bartus Gyula a két szerző, akik az egyik, Zalán Tibor a dramaturgunk, Bartus Gyula pedig Mária Antoinette-ről írt, nagyszerű színészünk, Mária Antoinette-ről írt egy színdarabot, amit a stúdióban bemutatunk, nagyon érdekes történet, illetve Zalán Tibor darabja pedig kapcsolódik a Munkácsi évhez, évfordulóhoz, ugyanis Munkácsi és Jókai találkozásáról szól. Ez egy kétszereplős darab, és ennek az érdekessége az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jön létre, és a bemutató napján a Magyar Művészeti Akadémia itt fogja tartani a soros ülését, tehát ez is egy különlegesség. Még elfelejtettem, hadd mondjam el, hogy a Szabó Magda darabnak is van egy különlegessége. Az koprodukcióba készül az Új Színházzal, Pataki András rendezésével, aki az Új Színház főrendező egyébként, és ez tovább fog menni az Új Színházba. Tehát lesz benne vendégszínész az Új Színházból a mi előadásunkba, és a mi előadásunk a mi színészeinkkel megy tovább az Új Színházba, tehát Budapesten fognak játszani azok, akik a mieink közül benne vannak. Ha az új évadról beszéltünk, akkor még az nagyon fontos információ, hogy mit érdemes tudni, és mire kell odafigyelni a bérlet meghosszabbítás, illetve az új bérletek vásárlása kapcsán. Tehát a bérlet meghosszabbítása, a régi bérletek meghosszabbítása az április 29-én indul, és egészen május 17-éig tart, és az új bérletvásárlás pedig május 21-től június 10-éig. Tehát ez nagyon fontos, szeretném felhívni a drága, kedves, hűséges bérlet vásárlóinknak a figyelmét, hogy aki meg akarja hosszabbítani, az próbálja ebbe az időszakba ezt megoldani, tehát május 17-éig, mert sokszor az van, hogy ja, igen, majd meghosszabbítjuk, majd aztán egyszer csak lejár a határidő, végig is 3 hét van erre, úgyhogy kérem, hogy aki meghosszabbítja, az ez alatt, az idő alatt próbáljon eljönni hozzánk és meghosszabbítani a bérletét. Aki pedig új bérletet, az majd akkor május 17-e után jöhet, és reméljük, hogy sok új bérletünk is lesz látva ezt a műsortervet. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Ez volt az Aktuális, legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!